Képzeljétek el, a múltkor láttam egy új remake-et, meg is néztem, mert annó nem jött be nekem a reboot, de végül úgy voltam, hogy inkább megveszem az eredeti trimesterbe. Ti is észrevettétek, hogy mostanában sok az új rázás? Ha szétnézzünk a legújabb filmek vagy videójátékok premier listáján, azt veszük észre, hogy vagy folytatást fogunk látni, vagy egy már meglévő alkotás remake-ét, rebootját vagy remasterét. Itt a 2000-es években leginkább itt a 10-es évek hajnalán egy korszak határt meg lehetne nevezni, amire majd úgy emlékeznek vissza, hogy igen, a 2000-es évek elején az 1900-es éveket élték újra a művészeti ágakban, legyen szó zenéről, videójátékról, filmekről, vagy egyéb más művészeti alkotásról vagy élményről. Nagy hangsúlyt kap a retro. Igen, a retro manapság bizonyos körökben divat lett, de szerintem ez nem egy rossz irány. Az, hogy megismerjük a kultúránk vagy egyes alkotások eredeti változatát, vagy utána megyünk, hogy mi honnan ered, mindenképp egy széletese a k***a számad meg, hogy nem tudom elmondani. Az, hogy ismerjük a kultúránk vagy egyes alkotások eredeti változatát, vagy az, hogy honnan erednek ezek, mindenképp egy szélesebb látókört ad a világnak és az embereknek. És olyan emberek, akik mint én, meg is érik ezeket, bakeliten hallgatnak zenét, vagy analógba fotóznak még egyfajta, tisztelet is lehet a régi kor szellemének, és mindenek fölött szerintem egy csodás hangulatot ad minden téren. Érdekes módon mondjuk a zenében ez az egész hamarabb kezdődött el a 80-as, 90-es években, sőt már régebben is 40-es, 60-as, ebben nem menjünk bele, mert szerintem az egész zeneipar a régiek újrázása, de akár készíthetek róla videót, ha gondoljátok, mert el se hinnétek, hogy mennyi olyan dal van, ami eredetileg feldolgozás. Na de ne is húzzunk tovább az időt, én Tóth Márk vagyok, ez pedig itt a stáblista után mai adása, amivel letisztázzuk, hogy mi a remake, a reboot és a remaster. Kezdjük is a remake-kel. Ahogy a neve is mutatja, újra csinálni, azaz újra alkotni valamit. Ilyenkor arról van szó, hogy fogunk egy alkotást, ami többnyire siker volt, vagy csak nagy hírnevet kapott, és ugyanazokra az alapokra egy kicsit modernebb eszközökkel, és más rendezői látásokkal újraalkotják azokat. Sokszor szerintem mondjuk ezzel a saját farkába harapó kígyó effektus hozza elő, mert attól, hogy újraalkotják, modernizálják, hiába lesz eladható újra, de nem feltétlen lesz jobb. Egy film például pont azért lett annó sikeres, mert a régi kor szellemében és technológiai keretein belül valami nagyot ütött, vagy a akkori eszméknek felelt meg. Plusz ehhez szerintem a hangulat is nagyon durván hozzájárul. Próbálja meg valaki megnézni a Pszicho remake-et, leszámítva a borzalmas színészi játékot, ne azért az tényleg Hanginger, vagy mondjuk a Poltergeist-et. Nem lesz ugyanolyan, mint az eredeti. A kor szelleme egyszerűen nem járja át a filmet. Ez a jelenség megtekinthető a videójátéknál is. A legjobb példa erre az egyik személyes kedvencem a Crash Bandicoot, ami pont a napokban jelent meg már minden platformra az Ensign Trilogy remake-je, és ha megfigyeltek, mindenki Rage game-ként fogja fel, mikor annó ez egyáltalán nem volt az. Egy szimpla, ám bár számomra tökéletes 3D-s platformer volt, de annyit fejlődött a technológia és elkényelmesedett a videójátékos kultúra, hogy ma már nehéznek tűnik. Nehéz az, hogy ki kell számolni azt, hogy hova ugrunk, hogy a karakter úgynevezett hitboxja hol csúszik le, én is idegeskedtem rajta sokat, de régen ez nem nagyon tűnt fel. Ugyanezt tudom elmondani a Shadow of the Colossusról is. Én nem játszottam vele régen, de teljesen elkényelmesedett az én picsám is irányítás terén. Már külön szenvedés volt újra játszani ezzel a legendás játékkal, és sokszor ezért volt az, hogy szerencsétlenkedtem, és ideges voltam egy-egy kolosszusnál. És igen, vissza a gyökerekhez. Legalábbis én így fordítanám a reboot szó jelentését. Itt egy bejáratot, már ismert univerzumot, karaktereket és legfőképpen a történetet fogja meg a stúdió, és dobja ki a kukába, és kezd el valamit teljesen más felfogásban. Talán az egyik legfrissebb és legtökéletesebb példa erre a Tomb Raider, elnézést kérek, régen PS1-es korszakban mindenki Tomb Raidernek hívta, de ma már csak úgy lehet hívni, hogy Tomb Raider.
A videójátékoknál már elavultnak és rozsdásnak tűnt a régi játékmenet és élmény, ezért fogták magukat és egyfajta eredet sztorira gyúrtak rá készítők egy teljesen új játékmechanikával, ami szerintem tökre működött, és működik a mai napig is. És ugyanezt történt a filmvászon. Bizonyára mindenki ismeri az Angelina Jolie-s címben Tomb Raider, de mint film körülbelül 15%-ba volt az eredeti Lara Croft, a többi meg inkább dióféléket és magyaróféléket tartalmazott. Mivel a játék is újított, ugyanezt a vonalat vették fel a csodálatos Alicia Vikander kisasszonnyal, ezúton is üzenem, hogy szeretlek, imádlak. Egy teljesen új felfogás, egy teljesen más nőképet látunk és sokkal közelebbi találkozást a videójátékkal. Bár ha filmként egy gyenge közepes lett, de mint videójátékos adaptáció, szerintem teljesen korrekt végeredményt kaptunk. És most gyorsan megemlítek pár pozitív videójátékos és filmes remake-et. Rayman, Pókember hazatérés, Mortal Kombat, Casino Royale, Metroid Prime, és pár nagyon rosszat, Alone in the Dark, Fantasztikus 4-es, az összes 3D-s Sonic játék. És megérkeztünk az utolsó felvonásunkhoz, a remasterekhez. Szerintem ezt fogom a leggyorsabban lerendezni. Lényegében az, amikor egy a múltban készült alkotás fognak és felújítanak úgy, hogy ma is élvezhető legyen. Na, ennyi volt. Sziasztok, ne hagyjátok Kansasbe Totót. Egy újabb rókabőr lehúzás, hogy a stúdiók még több pénzt tudjanak kifejni a tehénből, de szerintem egyben tök jó dolog is, mert a régi filmeket sem kell szemcsés kép és 4-3-as felbontásba néznünk, ahogy zenéket sem modulba hallgatnunk. Arról szól, hogy egy régebbi terméket felújítanak egy olyan szintre, amitől ma is kellemesen fogyasztható lesz. Erre minden konzolgenerációba és külső adathordozó váltáskor látunk példát. De szerencsére már a mozikba is megjelennek a felbúsztolt 4-8K-s verzió filmek, amiktől újra élvezhetünk olyan alkotásokat a mozikba, amiket nem tudtunk annó, mert mondjuk nem éltünk még. Nos, röviden, tömören ennyi. Nektek van kedvenc remasteretek, ami régen remékeltek, de végül csak egy reboot lett? De komolyan, ha van bármire kifejezett pozitív vagy negatív élményetek a témával kapcsolatban, azt várom a kommentek között. Kíváncsi vagyok, mert akár egy-egy remek listát is összeállíthatok pozitív vagy negatív újraalkotásokból. Aki még szeretne hasonló elmélkedéseket látni itt a credits után, annak tanácsolom, hogy iratkozzon fel, a többiek pedig nyomják meg a csengőt az előbb említett gomb mellett, meg nyomjatok lájkot, ezt mindig elfelejtem, de tudom, mondani kell, most kíváncsi vagyok, hogy tényleg több lesz. Ha-ho, nyomjátok be a lájkot, ha tetszett, ha nem, akkor is, köszi! És már csak annyi maradt, hogy sose hagyjátok Kansasbe Totót, és legközelebb is találkozunk, de szigorúan a stáblista után. Sziasztok!